Volt egy vasércbánya. Két magyar volt a tulaj. Az egyik volt egy ügyvéd Pestről, a másik volt egy csokoládé gyáros. A baj csak az volt, hogy a magyar bánya tulajdonosoknak nem volt elég pénzük hagyományos kikötőt építetni. Ők nem tudnak 4 millió dollárt finanszírozni. Maximum 1 millió dollárt. És inkább mint egy viccet mondtak. Ha kitalálok egy megoldást, hogy 1 millióért lehetne építeni egy kikötőt, akkor az érdekelni őt. Soros Pál föltalálta az azóta már világszerte elterjedt úgynevezett könnyűvászszerkezetes kikötőt. A korábbi ár egy negyedéért. Olyan új volt, és olyan nagy méretű, hogy egész megváltoztatott mindent, és mi lettünk a vezető világcég.